3-0 sikerrel kezdte a Fátum Nyíregyháza a női röplabda bajnokságot a Palota otthonában. De ugyancsak 3-0-val indított a nyírségi lányok következő ellenfele, a Vasas, ők az MTK-t verték az első fordulóban. Az angyalföldiek mindenképpen nehezebb diónak ígérkeznek a Fátum számára, már csak azért is, mert a nyáron nagy volt a játékos mozgás a Vasasnál, így a játékokat feltérképezni sem egyszerű feladat. A Vasas mindig egy nehéz ellenfél, jól felkészített csapat, jó játékosokkal. Annyival másabb ez a mérkőzés, hogy nem ismerjük az új játékosokat, illetve nagyon-nagyon kevés információnk van róluk. Horváth András szerint ugyanakkor nem is elsősorban az ellenfelekkel kell foglalkozni, hanem saját játékukkal. Itt az elején azt gondolom, hogy nem az ellenfelekkel kell foglalkozni, hanem a saját játékunkat minél precízebbé, minél pontosabbá tenni. Ha ez megvan, akkor mire a bajnokság abban a részébe ér, amikor már minden meccs tétmérkőzés és minden meccsnek nagy szerepe van, addigra már tudsz készülni az ellenfélből, hiszen van saját játékod. A Fátum szombaton délután fogadja a Vasast a Continental arénában. A nyíregyháziaknál nem lépett pályára Josefina Fernández, aki csak jövő héten tér vissza a csapathoz Argentinából, illetve továbbra is sérült a feladó Francesco Hennessy.